A kínai klasszikus tánckultúrát is megismerhették azok, akik a múzeumok éjszakáján ellátogattak a Bartók Béla térre szombaton. Az ókori Kína kincsei a Jáde császárok kora című kiállításhoz kapcsolódóan az érdeklődők részt vehettek olyan tradicionális kézműves foglalkozásokon, mint a kalligráfia vagy a csomózási kelmefestés. Megismerhették az eredeti kínai teaszertartást is. Volt, aki Nagykanizsáról utazott Székesfehérvárra, hogy megnézze a különféle programokat. Ezért jöttünk el megnézni, mert nagyon érdekesnek találtuk. A sárkány évét a hagyományos sárkánytánccal is megünnepelték. A néphagyomány szerint a tánc szerencsét hoz és segít előzni az ártó szellemeket. A programot a Magyarországi Hagyományos Kínai Kulturális Tanulmányok Egyesülete hozta Székesfehérvárra. Mindenféle hagyományos kínai bemutató, ilyen kézműveses meg előadásos programot készítünk. Minden a Magyarországi Hagyományos Kínai Kulturális Tanulmányok Egyesülete nevi alatt. És most már nem csak ez az egyetlen programot készíthetünk eddig, Budapesten és Pécsed is már volt tapasztalatunk sokféle ilyen együttműködés szerűen készíteni előadásokat és kultúrát bemutató programokat. Az érdeklődők a kínai szellemi és kulturális örökség létrejöttét és a nyugati civilizációra gyakorolt hatását is megismerhették a program során. Emellett a Csók István képtárban az ókori Kína kincsei, a Jáde császárok kora című kiállítást is bebarangolhatták, ezzel is közelebb kerülve a kínai kultúrához.